I could while away the hours, conferring with the flowers, consulting with the rain. And my head, I'd be scratching while my thoughts were busy hatching if I only had a brain. Nem gondolom, hogy kegyes hazugság, amikor az ember valamit megpróbál úgy elmagyarázni, vagy úgy elmondani, hogy ne bántsa meg a másikat. Az nagyon fontos, hogy bizonyos helyzetekben, amikor én nőként szeretném megélni a nőiességemet, akkor igenis tudjam férfiként támaszt nyújtani, és mellettem férfiként viselkedni, tehát, és ugyanakkor meg ő is tudjon hátrébb húzódni, amennyiben én akarom átvenni, úgymond az irányítást. Tehát ez, ahogy mondtam is, ez egy ilyen nagyon szép egymásra hangolódás, ahogy így megtapasztaltam az életem során, hogy három típusú kapcsolat, fő kapcsolat létezik. Ugye, vagy amikor elvesz belőled a másik, tehát annyi se vagy, mint amennyi egyébként lehetnél, vagy amikor nem veszel belőle, de nem is ad hozzád, illetve a harmadik szerencsésebb típus, amikor úgymond harmonikus kapcsolatban él valaki, amikor azt érzed, hogy a másik által egyszerűen több leszel. Tehát erre mondtam azt, hogy nem kell megérteni a nőket, mert nem az a lényeg, hogy megértsd, elfogad, és ezáltal ti ketten együtt, mert hiszen pont az a lényeg, hogy nem hasonlítotok, valami hiányzik belőled, ami benne van meg. És ugyanúgy fordítva, és ez az egész valamitől így összeér, összeáll, és nevezhetjük szerelemnek, vonzódnak egymáshoz, és ezt az egészet alkotják. És ebből lesz mondjuk a gyerek is. Én azt gondolom, hogy először egy belső folyamat, amikor megismerjük önmagunkat, amikor megismerjük az igazi igényünket, nem a társadalom által elvárt dolgokban döntünk, helyzetekben, hanem a saját igényeink szerint, akkor azt gondolom, hogy valóban meg lehet találni azt a kapcsolatrendszert, amiben jól lehet, vagy harmonikusan lehet, boldogan lehet élni.